Műsorunkban tájékoztatót láthatnak a Gondos Óra programról. A Gondos Óra program Magyarország kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év feletti alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomásra jelezni tudják segítségkérési szándékukat. A kormány indított egy digitális idősgondozási projektet, a Gondos Óra program. Nem tudom, esetleg hallottak róla? Jó, nem baj, azért inkább többször halljanak róla, mint kevesebbszer. Nekem veszőparipám, sajnos én már a szüleim, illetve a testvéreim elvesztettük őket, és nagyon nagy tisztelettel adózok az idősek iránt, nem beszélve, hogy én magam is tekerek nagyon most már mindenki után, már közel 60 felé járok. Erről szeretnék néhány szót önöknek szólni, és ha megengedik, esetleg készültem egy kis tájékoztatóval, azt majd önöknek átnyújtanák. Igazából ez a Gondos Óra program tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Annyi kivétellel, hogy akkor, akik nekünk a rendszerben ben voltak, van itt kolléga is, aki nagyon sok éven keresztül velünk dolgozott ben, az fizetős volt napi 120 forintos díjjal, ez teljesen ingyenes. Mikor nekünk ez az információ a rendelkezésünkre állt, akkor megkerestünk minden jelzőrendszeres házi segítségnyújtásba bellévő ellátottunkat, tájékoztattuk, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy ingyenesen kapja meg szinte ugyanazt a szolgáltatást. Egyre nagyobb igény van én szerintem erre a fajta biztonsági szolgáltatásra. Nem lehet tudni, bár itt ahogy elnézem önöket, hál' Istennek mindenki olyan fit és fiatalos, de soha nem lehet tudni, legyen egy baleset, lépcsőn elesés, bármi egyéb, amikor viszont jól jönne a segítség. Hiába vannak hozzátartozók, gyerekek, rokonok, szomszédok, mire a mobiltelefonból megkeressük a számát, lehet, hogy addigra régen rossz, mert hát azért ott az adrenalin dolgozik, mint ahogy én bennem is most jelenleg. Ennek az lenne a lényege, hogy mindig viselendő. Tehát vagy nyakba, vagy karon kell viselni, de ez azonnalisággal tud segítséget nyújtani. A működése tulajdonképpen ugyanaz, mint a korábbi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak. Fel van állítva egy diszpécser szolgálat, itt szakképzett szakemberek vannak, amennyibe bemegy a segélyhívás, tehát megnyomják a készüléket, megkérdezik, hogy mi a probléma, és annak megfelelően hozzák meg az intézkedéseket. Amennyibe önmértékig súlyos a probléma, akkor akár a segélyszervezeteket is, vagy tűzoltó, rendőrség, mentő, bárkit értesítenek, és azonnalisággal a helyszínre küldik. Igazából ezzel kapcsolatosan semmi más nem szerettem volna kiemelni, csak a fontosságát, hogy mekkora biztonságot nyújtott, és nem csak önöknek, hanem hozzátartozóknak is. Én magam is tudom, hogy ez mennyit jelentett, hogy tudtuk azt, hogy a szülők tudnak jelezni. Nem igazán én magam se, pedig annak a világában élek az informatikának, de én magam se szeretem ezeket a számítástechnikai kütyüket. Jó dolog, hogy felhívhatok, meg felhívnak, de olyan esetben, amikor valaki esetleg kétségbe esik, megijed, vagy legyen súlyosabb dolog, akkor jóval egyszerűbb ennek a készüléknek a használata, és azonnali segítséget kaphatnak. Nem tudom, esetleg van-e valakinek kérdése, mert én nem húznám a drága idejüket, inkább nagyon jó szórakozást kívánok a mai estéhez, délutánhoz. Én akkor megköszöntem a figyelmüket és elnézést, hogy így betolakodtam, de így most még kicsit könnyebb a lelkem, hogy tehát azért is jöttem ide, azért kértem engedélyt a polgármester úrtól. Máskor is szoktam annak idején, mikor kim voltam család segíteni, mert itt nagyobb tömegeket lehet megérinteni. Én nem vagyok helyi, meg nyilván nem gondolnám, hogy ezzel zaklassak valakit személyenként, de akik bejönnek hozzánk, és most is folyamatosan jönnek, ennek azért örülök, de ha lehet, akkor gondolják át, tényleg ennek semmiféle kötelezettsége nincsen. Ha mozgáskorlátozás, bármi van a családban, nem tudnak bejönni hozzánk, akkor a gondozónők, a családsegítők kimennek, de egyéb iránt telefonszámot is írtam a tájékoztatóra, keressenek bátran bennünket, és mi mindenben segítséget nyújtunk. Nagyon szépen köszönöm, és tisztelettel köszöntöm az összes megjelenkünk díjaskorót.